családborzalmai valamikor az 1800-as évek közepére vezethetők vissza. 1871-72-ben volt egy nagy francia-porosz háború, amely győztes hatalma a porosz seregek elfoglalták Párizst, és azért, hogy megalázzák a franciákat, a franciák büszkeségének, a franciák gazdagságának, a franciák nagyságának jelképének tekintett Versailles kastélyban aláírtak velük egy békediktátumot. Ez a békediktátum volt az, ami előrevetette gyakorlatilag a következő évszázad rossz-rossz történésének.